Az osztrák újságíró kolléga ugye azt mondta az imént, hogy szívesen jön Magyarországra, ez azért még mindig olyan hely, mint a többi. Mondtam, hogy addig jó nekünk, amíg ezt ő így látja. Hortobágyi Emese, jó reggelt kívánok. Közben meg az önök kutatásából az derül ki, hogy azért ez egy eléggé furcsa hely ez a Magyarország, ahol mi élünk. Hát így van. A legutolsó kutatásunk, ami 15 és 29 év közötti fiatalok véleményét mérte, hogy mit gondolnak a korrupcióról, a korrupciós aktusokról, hogyan vélekednek arról, hogy megéri-e becsületesnek lenni, megéri-e tisztességesnek lenni. Most az eredmény elég lesújtó, mert a fiatalok 80%-a véli úgy, hogy ma nem éri meg tisztességesnek lenni, mert azok az emberek, akik készek csalni, lopni, hazudni vagy korrupt eszközöket bevetni, jóval sikeresebbek lehetnek akár az életben, és azt gondolom, hogy ezért egy elég szomorú adat ez. Ez egy szép minta, egy szép jövő, mert ugye azt mondhatjuk, hogy a következő 30-40-50 év az övék. Így van. Ami esetleg bizakodásra ad okot, hogy a tisztességre nevelésben és a példamutatásban a fiatalok maguk úgy vélekedtek, hogy az oktatásban, a családban találhatják meg talán azokat a példákat, amiket számukra követendő lehet a jövőben is. Tehát én azt gondolom, hogy ha az oktatásban ezt próbálnánk egy kicsit beépíteni, és a fiatalok szemléletét módosítani, változtatni, és felnyitni a szemüket, hogy a korrupció nem a mindennapi élet abszolút velejárója, hanem igenis, ezt meg kell szüntetni, ezt az örökös körforgást, hogy mindenki ezt csinálja, akkor én is ezt csinálom. Szóval én azt gondolom, hogy ezen lehetne mit módosítani. Állna Iva kérdés, azért csak felteszem, hogy hol látják a fiatalok a korrupciót? A mérések azt mutatják, hogy leggyakrabban a munkaerőpiacon találkoznak a korrupcióval, tehát amikor egy család vagy egy rokon kerül olyan pozícióba egy adott állás megszerzésénél, még akár akkor is, hogyha a képesítése nem pozícionálja az állás betöltésére. Tehát ekkor találkoznak leggyakrabban, illetve az egészségügyben ugye a hálapénz intézménye. Azt korrupciónak tekintik? Azt korrupciónak tekintik, bár a korrupt ügyek között igazából ezt tekintik a legelfogadhatóbbnak. Nyilván ez azért van, mert annyira a mindennapi élet részévé vált, és talán ők maguk is kerültek olyan helyzetbe koruknál fogva már, hogy ezt tapasztalhatták, és ezt igazából még a legelfogadhatóbbnak találják, ellentétben mondjuk a kenőpénzzel vagy a lefizetéssel. Amit elutasítanak. Készült egy teljesen másik önöktől független kutatás egészen más témában, de összecseng valahol ezzel, ahol az derült ki, ez a bizalmi index az internetező körében című kutatás, hogy a legkevésbé a magyar internetező társadalom a hatalmi pozícióban lévőkben bízik, a kormányban, a parlamenti képviselőkben, a köztársasági elnök hivatalában. Ez az önök kutatásából másképp szintén kiderült? Kiderült, igazából a legkorruptabbnak az államigazgatást és a politikusokat találják, ezt követi utána az üzleti szektor, amelyről szintén rossz véleménnyel vannak. Úgy gondolják, hogy 70%-uk azt gondolja, hogy kenőpénzt fizetnek majdnem minden egyes üzleti aktusnál, szóval én azt gondolom, hogy azért az elég rossz, és hát a politikusok örvendenek a legkisebb népszerűségnek, 90%-uk gondolja azt, hogy a legkevésbé példamutatóbbak. Közben nézőink látják is ezt a táblázatot, amit megkaptunk önöktől, köszönjük. Na most akkor ebből viszont az következik, hogy egy társadalom, amelyiknek a tetején ülők a legrosszabb példát mutatják a társadalom legfiatalabbjainak, hát az elég nehezen menthető. Ezt szokták mondani legalábbis. Igen, nehezen menthető, de valahol el kell kezdeni. Hol lehet ezt elkezdeni? Hol lehet megfogni ezt a folyamatot? Én azt gondolom, hogyha már esetleg általános iskolában vagy gimnáziumban próbáljuk a gyerekek szemét felnyitni erre, hogy igenis megéri becsületesnek lenni és tisztességesnek lenni, akkor én azt gondolom, hogy ez valahol a jövőben, amikor felnőnek, akkor azért ennek lenne eredménye is, és mondjuk egy adott szituációban már nem tekintenék annyira elfogadhatónak a korrupt. Volt egy érdekes mondat a kutatásunknak, volt több is, de most azért ezt az egyet idehoznám. Tennének a fiatalok a korrupció ellen, de nem veszik őket komolyan. Ez mit jelent? Hogy tennének ők? És ki nem veszi őket komolyan? Az idősebbek, akik abból élnek, hogy ebben élnek? Igen, ez kicsit paradox, mert az egyik kérdésre, ami azt kérdezte, hogy szerintük a fiataloknak van-e szerepük a korrupció ellenes harcban, de mind 70%-uk azt mondta, hogy igen, van szerepük. Majd egy másik kérdésben, ami arra vonatkozott, és tudnak-e telni ellene, 53%-uk azt mondta, hogy nem, tehát nincs esélyük, nincs beleszólásuk, nem veszik őket komolyan. Tehát ez egy kicsit paradox, én gondolom, hogy arra világít rá leginkább, hogy úgy gondolják, hogy kellene, hogy tegyenek a korrupció ellen, csak hát nem tudnak, hogy hogyan. Igen. Pedig bennük kell bíznunk. Bennük, abszolút. Hortobágyi Emese, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.